Szia fény! Most november 2-án tanfolyamra mentem. Illás Bélának a Reiki tanár tanfolyamára. És érdekes volt, mert tényleg már napokkal előtte, de főleg az előtte lévő 24 órában egy más tudatállapotba kerültem, és hát ha jól emlékszem, a kvantumfizikában is ismeretes az, hogy bizonyos nagy események, vagy valami nagy dolgok képesek visszafele is hatni az időben. És egyébként ez több ilyen spirituális beavatásom, meg tanfolyam előtt tapasztaltam, hát valószínűleg a beavatás miatt, hogy előtte való napokban, és főleg az utolsó nap más, tehát megtisztulók, olyan dolgok történnek, amik nem szoktak, valahogy tényleg, mintha rákészülne a létezés, pontosabban a Matrix ez esetben, a testem is, és a lelkem is. Érdekes álmok vannak ilyenkor, más, mint ami szokott lenni, stb. És most is ezért készítem ezt a videót, mert most is szintén történt egy ilyen dolog. Meg persze az sem véletlen, hogy akkor, most november 2-án, igen, akkor maradt pont 5 percem a vonat, nem a vonat indulás előtt, hanem mielőtt elindultam ezzel a testtel a Matrixban a vonathoz. Tehát úgymond az otthonából ennek a testnek, bár ez sem igaz, mert az otthona, az anyja, úgymond, az a földbolygó, mert abból származik. De szóval érted, a lakásból mielőtt elindultam volna, maradt még 5 percem, és akkor vettem föl azt a hanganyagot, amit hát feltettem aztán a YouTube-ra. Tehát pont annyi időm maradt, és amit akkor mondani akartam, az pont annyi időbe belefért, és pont annyi volt, amennyi idő rendelkezésre állt az indulásig. Na, hát ma meg egy olyan megdöbbentő dolog történt. Most először avattam be valakit Reiki avatással, és ez a Mátyás édesanyja volt. És az történt, hogy előtte kb. Fél órával jött az, hogy őt avassam be. És hogy most, majd fél óra múlva, vagy hát amikor találkozunk. És nagyon érdekes volt. Tehát onnantól kezdve, amikor ezt éreztem, hogy nem őt, és most, onnantól kezdve elkezdődött egy ilyen más tudatállapot, meg elkezdődtek furcsa dolgok történni. És egyszerűen, de most azért nehezen találom a szavakat, mert tényleg ezeket egyszerűen nem nagyon van rá szavunk. Már vagy még ezekre a spirituális dolgokra. Ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogy például hogyan mondod el egy vakon születettnek, hogy mik azok a színek. Hogyan fogalmaznád meg? Már eleve azt sem érti, hogy hogyan tudsz te érzékelni egy tőled, vagy testettől 5 méterre lévő tárgyat, amikor a kezed csak 1 méter hosszú.
Tehát, hogy mi az, hogy látás? Ezt hogyan magyarázod el neki? Hogy hogyan érzékelsz te valamit, ami 5 méterre van a testettől? Amikor ő csak azt érzékeli, ugye, amit meg tud érinteni, meg persze, amit hall. Tehát csak akkor tud érzékelni valamit, ami a testétől 5 méterre van, hogyha az hangot ad ki. De ugye, akinek meg van fizikai látása, az pedig nem csak akkor tudja érzékelni. Hanem hogyha van elegendő fény, fizikai fény, és az visszaverődik arról a bizonyos tárgyról például. Aztán persze vannak még nagyon sok érzékelés, ugye nem csak az 5 érzékszerv. Na de visszatérve, tehát érdekes dolgok kezdtek történni, és például az is, hogy amikor találkoztam anyuval, akkor annak ellenére, hogy egy hosszú és fárasztó útról tért vissza, majd ki csattant az örömtől, és ilyen lelkes volt, és néztem, hogy hát ezzel meg mi van. Aztán, amikor úgy éreztem, hogy mondanom kell neki, hogy na, szeretné el, hogy beavassam, mert akkor most beavatom, kicsit tartottam tőle, de kimondtam, amikor úgy éreztem, hogy most ezt ki kell mondanom, és megdöbbentő módon egyből mondta, hogy igen, oké, rendben van. Szóval, tehát ez is, mondjuk, tehát én, aki ismerem, nekem ez nagyon furcsa, mert nem így szokott ez lenni vele. Szóval, és akkor előkészültem minden, máskor ilyen dolgokra őt nagyon nehéz rávenni, akkor is többször kell szólni, ha már beleegyezett, hogy na, akkor most jó, na, ráérsz, na, és most jó. Stb. Szóval, hogy nagyon nehézkesen szoktak ilyen dolgok menni, és most meg így pikpak, érted? Szóval így csak néztem, hogy mi történt itt, és anélkül, hogy szólnom kellett volna, itt is volt 5 perc múlva, addigra el is készültem az előkészületekkel. Na, és akkor megkezdődtek az úgymond ilyen, hogy mondjam, egyesek úgy neveznék, hogy próbatételek, de én inkább azt mondom, hogy az elme játéka, meg az alacsonyabb szintű énünk játéka, vagy részeink játéka, beleértve az alacsony szintű energiákat is, mint például a félelem, a bizonytalanság, stb. Tehát elkezdődött az, hogy fáj a lábam. Fájt a lábam, már pedig a reiki beavatás az nem tudom mennyi idő, de már nem néztem az órát, meg hát az ilyen spirituális dolgok közben nem is úgy érzékeljük az időt, ahogy egyébként, de olyan fél óra legalább, vagyis negyed óra legalább. És hát fájós lábbal ezt így végigállni, az nem egy szívderítő dolog. Tehát jött egy ilyen dolog, ami ugye az ellen szól, hogy megcsináljam. Akkor hozzáteszem, hogy aztán mégis megcsináltam természetesen, és akkor abszolút nem fájt a lábam. Vagy nem éreztem, vagy nem figyeltem oda, vagy... És ő meg azt mondta, hogy neki meg fáj a szíve. Aztán megmondta, hogy nagyon rosszul van, biztos, hogy megcsináljuk ezt a beavatást. És ez egy perccel azelőtt, hogy elkezdtem volna. Érted? Tehát már idejött, leült, minden készen volt, és akkor kezdődtek ezek a dolgok. Akkor nekem egyből jött az a dolog, és mondtam is neki, hogy azért fáj a szíved, meg azért vagy rosszul, mert pont ezért, mert meg kell csinálnunk ezt. Tehát ez pont, hogy ezt megerősíti, hogy most ezt csináljuk meg, ezt a beavatást. És akkor mondtam is neki, hogyha bármi közbe jön, beavatás közben, akkor ezt folytatjuk a beavatást, semmi sem állíthat meg minket. Mert ezt tanultuk a tanár tanfolyamon, hogy ezt így kell csinálni.
mivel ez egy szent cselekedet, nem szakítható meg. Akkor se, ha földrengés van, vagy bármi. És hát megnyugtattam anyut, hogy, vagy hát próbáltam megnyugtatni, hogy a rejkiért felelős angyalok ilyenkor már itt vannak, és vigyáznak ránk, és segítenek ebben az egész folyamatban és szertartásban. És akkor elkezdtem a beavatást, pár perc múlva elkezdett csörögni a mobilom, mert az nem jutott eszembe, hogy a mobilt ilyenkor ki kell kapcsolni, meg ki is kell vinni a helyiségből. Hiába, hogy előtte, vagy hát az elmúlt napokban többször is elolvastam a jegyzetemet, amiben benne van ez, de valahogy nem jutott ez eszembe. De hát biztos, hogy nem véletlen. Ez sem, és hát nagyon komoly volt ez, hogy itt sorba jöttek ezek a dolgok. Először azok, amik nagyon, hogy mondjam, megerősítik azt, hogy igen, most kell megcsinálnunk, mert olyan érzés jött, meg anyu is úgy viselkedett megdöbbentően kezdetben. Aztán meg minden megfordult. Ugye amikor már benne, már ott voltunk szinte a kezdő vonalánál, és akkor minden úgymond elkezdett ellenünk dolgozni, de ezek igazából csak ilyen, tehát én is gondoltam rá, hogy ezek tényleg ilyen, hogy is mondjam, nem szeretem ezt a szót, hogy próbatételek, de más így nevezné. Én ezt is segítségnek nevezem, mert az. Mert ha az ilyen dolgokra jól reagálunk, megfelelően reagálunk, inkább így mondom, akkor ezek pont, hogy emelnek. Pontosabban az emel minket, hogy ahogy reagálunk. Tehát ez most lehet, hogy nem jó példa erre, de például, hogyha eldöntjük, hogy na akkor mostantól én nemet fogok mondani mindenkinek, aki hív engem kocsmába, például, tehát nálam konkrétan ez volt, mert régi ismeretségi körömben rengetegen azok ilyenek voltak, ilyen bulizós, kocsmázós, stb. Stb. És tehát eldöntjük ezt például, és most ne azon akadják ki, hogy mi most a kocsma az pozitív, vagy negatív, vagy mit tudom én mi. Nekem számomra negatív volt, engem lefelé húzott. Jó? Tehát eldöntöttem ezt, és akkor eldöntjük ezt, és akkor 5 perc múlva jön egy hívás, valaki hív minket kocsmázni, érted? És akkor ezt most valaki úgy nevezi, hogy próbatétel. Én mindenképpen segítségnek nevezem, hát ez ugye ilyenkor azonnal kipróbálhatjuk azt, amit eldöntöttünk, és sokkal inkább, sokkal jobb ez, mint hogyha egy hét múlva hívna valaki, amikor a lelkesedésünk már alább hagyott például. Érted? Tehát ez pont, hogy egy nagyon nagy segítség, amikor így elindulunk egy úton, és azonnal jönnek ilyen apróbb nehezítések, érted, amit le tudunk küzdeni, és hogyha leküzdünk, bár ezt a szót sem szeretem, akkor ez pont, hogy ugrunk egy picit fölfele. Érted, mit akarok mondani? Ezért segítségek ezek, és ezek tényleg ezek voltak most a jelen esetben, mert amikor megnéztem a mobilomat, hogy mikor és ki hívott, akkor 11 óra 51 perckor hívott, akkor láttam, hogy 11 óra 51 perckor hívott, ami számban ugye van 3-1-es, ami a legpozitívabb szám, legalábbis számomra, vagy szerintem az 1-es, ugye a végtelen egynek a száma, az Istennek a száma, igazából a te számod. Jó, csak erről nem szoktam beszélni, mert még kisebb dolgok is egyeseknél kiverik a biztosítékot. Na, szóval
Az az igazságnak a száma, a valóságnak a száma. Meg hát van az ötös, ami állítólag a felébredt embernek a száma, bár én semmiképpen sem így nevezném, legfeljebb úgy, hogy a felébredt fénylénynek, aki rájött, hogy ő nem ember, hanem fénylény. Na szóval, hát ekkor történt ez a hívás, úgyhogy ez megerősített abban, hogy igen, ez egy segítség volt valójában. Amikor később már, tehát befejeztem a beavatást, stb. Később mondta anyu, hogy elmúlt a szívfájása, és megkérdeztem, hogy és milyen gyakran szokott fájni a szíved. Azt mondja, hogy nagyon ritkán. Szóval érdekes, hogy pont előtte fájdult, megérted. És akkor mondtam neki, hogy az is lehet, hogy így ugye bizonyos dolgok visszafelé is hatnak az időben, és mivel a reiki beavatás egyben egy nagyon erős reiki energia kapás is mindkettőnknek, tehát annak is, aki tartja a beavatást, meg ott az egész tér megtelik ezzel az energiával. Tehát, hogyha valaki más is tartózkodik még abban a helyiségben, akkor ő is kap ebből a nagyon erős, tisztító, gyógyító, emelő energiából. Van, aki nem is bírja és kirohan a helyiségből, tehát, hogy már annyira erősen tisztít. És ugye egyesek ezt ilyen egy ilyen pozitív, lágy, csodálatos szónak tartják, hogy tisztulás, ó. Hát jó, majd ha megtapasztalják, hogy milyen az, hogy amikor a rengeteg elnyomott negatív energia, ugye, amit a lelkünkben elnyomtunk, mert eszméletlen sokat nyomtunk el mindannyian. Csak nem emlékszünk rá legfeljebb. De amikor valakit elkezdünk rejkízni, ott akkor kiderül, tehát az. Szóval, főleg, hogyha végigmegyünk a testén, és ugye akkor ott egyértelműen érezhető, hogy melyik csakráknál, melyik fő csakráknál esetleg nagyon kellemetlen érzést érez, mert ilyenkor az egy nagy tisztításban részesül az a terület, a lelke és a teste is, hiszen a kettő az nagyon szorosan összefügg. Na szóval ezért fájhatott a szíve anyunak. A spirituális úton, amikor valaki komolyan elindul, tehát tényleg egy lényeges lépést tesz, és tényleg akar, és tesz is azért, hogy az ő spirituális útján járjon, olyankor szokott lenni, tehát ebben a kezdeti időszakban az, hogy egy erős szúrást érez az ember a szívében. Az is lehet, hogy hátul indul ez el, tehát a szív magas, tehát szívnél, csak a hátnál. Bal oldalt végig megy oldalra, eljön előre, és szintén a szívnél befejeződik. Ugye ilyenkor, aki fél a haláltól, vagy nem hallott még ilyen dolgokról, az nagyon megijed, hogyha tud róla, hogy a szívinfarktusnak pont ez a, vagy ilyesmi a tünete, akkor egyből hívja a mentőket. Hát, mivel én nem félek a haláltól, mert nem tudom, hogy nem létezik, az a típusú dolog létezik, hogy ugye a testünk visszaolvad a földbolygóba. Ezzel kapcsolatban természetesen nekem is van egy kis félelmem, mert hát ez olyan mélyen, hogy a belénk rögzítette így a zsidó keresztény vallás, meg a materializmus nevű vallás ezt a halál félelmet, hogy azért ezt nem egyik napról a másikra nem lehet így kitörölni a lelkünkből, de bár minden lehetséges.
Szóval, de akkor én nálam ez többször megtörtént, ugye ez olyan tényleg, mint hogyha egy hatalmas tűt így átszúrnának a szívemen, szóval tényleg olyan nagyon erős és nagyon fáj. Többször megtörtént, mégis semmi félelem nem volt akkor bennem. Pedig alapvetően egy félős lélek ez a lélek, amivel most játszom a játékban. Szóval, gondoltam rá, hogy most lehet, hogy itt vége van ennek az inkarnációnak, de félelem nem volt bennem. Meg igazából ez egy erős fájdalom, nem is nagyon lehet közben gondolkodni. Én nem tudtam legalábbis. De úgy ilyen gondolatfoszlányok azért voltak. És bennem inkább egy ilyen megnyugvás történt, hogy így érdekes mondom, hogy vége. Tehát akinek nagyon nehéz volt, nagyon durva volt ez az inkarnációja, az tudja, hogy miről beszélek. Mi nem szoktunk így pánikolni, hogy amikor tényleg úgy tűnik, hogy vége van, akkor nem szoktunk. Jó, én ezt így tudom, meg hát magamon ezt tapasztaltam, meg másoktól, akikkel beszéltem, meg akiknek láttam például a velük készült riportot, azoknál ezt vettem észre, ezt a hasonlóságot. Fedezd fel! Fedezd fel, hogy ki vagy valójában. Ne higgy nekem, hanem fedezd fel. Ezzel a reiki beavatással is úgy voltam, szkeptikusan, mint mindennel. Én mindig is szkeptikus voltam, ebben az inkarnációmban legalábbis. Mert erre emlékszem, azért mondom így. Tehát nem az volt, hogy olvastam valamit, vagy hallottam valamit, és akkor puf, el is hittem egyből. Hát ez épp ellenkezőleg. Mindig hitetlenkedtem, még azokban a dolgokban is, amit én megtapasztaltam. Na de visszatérve erre a beavatásra, tehát miután beavattam anyut, csodálatos érzés volt egyébként maga a beavatás. De utána eltelt fél óra vagy negyed óra, és mondtam neki, hogy majd rejkízzen meg engem, nem azt, hogy magát, és akkor elmondja, hogy mit érez. Az én testemet, pontosabban ezt a testet rejkízze meg, mert én akarom tapasztalni, hogy ez tényleg működött-e. Mert kifejezetten hitetlenkedtem benne, hogy ennyi lenne, hogy tényleg elvégzek egy ilyen szertartást, és akkor tényleg utána már ő is tud rejkízni. Tehát ezt annak ellenére mondom, hogy azért nem egy egyszerű szertartás, és hát láthatod, hogy ugye viszonylag hosszú, tehát a negyed óra legalább, és hát azért elég sok mindenre kell figyelni, elég sok mindent megcsinálni. De ennek ellenére én valahogy úgy nem tudom miért, az elmém pontosabban úgy hitetlenkedett, hogy tényleg én most ezzel megnyitottam valakinek a csakráit, erre a bizonyos csakráit, erre a reiki energiára, hogy és tehát mostantól, tehát én ezt megcsináltam, és akkor ő most már egész inkarnációjában tudja használni ezt a csodálatos energiát. Szóval érted, így elég szkeptikusan álltam hozzá. Úgyhogy mondtam neki, hogy na majd akkor rejkízze meg az én testemet. Egyszer csak mondtam neki, hogy na akkor most már nincsen halogatás, mert ezt viszont halogatta. Mondtam neki, hogy na most gyere és rejkízzél. Lefeküdtem, rátette a kezét ide a derekamra, ugye a vesékhez.
eltelt olyan 10-15 másodperc, azt mondom, hogy te, én érzek valamit. Azt mondja ő is. Hát mondom, azért várjunk még. És egyre erősebben éreztem, teljesen egyértelmű ez a, tehát a reiki energia semmihez sem hasonlítható, tényleg. Egyesek, tehát volt, aki írta nekem, hogy ő nem érzi, de eddig, akit én rejkiztem, az mind erősen érezte. Engem, aki rejkizett, akik rejkiztek, azoktól nem mindtől. Volt, akitől semmit nem éreztem. Hát ez nem az egyén függvénye, vagy nem tudom, hogy... Tehát, hogyha megfelelő tanár csinálja ugye a beavatást, akinek tényleg nem csaló, meg nem dilettáns, vagyis magyarul hozzá nem értő, vagy hogy mondjam ezt, tehát, hogy megfelelő beavatást kapott ő is, és aki kapta a beavatást, az megteszi legalább mondjuk azt, hogy az első 21 napban tényleg használja ezt a reikit, ha már meg elment érted egy ilyen tanfolyamra, egy ilyen beavatásra, akkor ott mindenképpen kell, hogy érezze. Szerintem legalábbis. Hát, vagy nem tudom, hogy ez mitől függ. Talán attól is, hogy egyáltalán van-e neki a testében, lelkében olyan erőteljesebb, gyógyítandó, kijavítandó, rendbehozandó dolog, de hát szerintem mindenkinek van itt a földbolygón. Na mindegy. Szóval nagyon erősen éreztem, és hát ott nevettem meg örvendeztem egy percekig, mert mondom, hát ez eszméletlen, hogy tényleg én most valakinek ezt megcsináltam, sikerült, és hogy ennyi az egész tényleg, hogy negyed óra alatt valakinek ezt tovább lehet adni, ezt a csodát. És egész inkarnációjára vele van, és használhatja minden nap, rengeteg minden közben, plusz időt nem igényel, pénzt nem igényel, figyelmet nem igényel, és megdöbbentő, nekem rengeteget segített a reiki. Az életem megváltoztatásában, ugye tovább változtatásában, tudatom nyílásában nagyon sokat segített, testi-lelki gyógyulásokban, bár még egyáltalán nincsen vége ennek a folyamatnak, és hát az alkohol teljes elhagyásában valószínűleg 100%-osan ez. Ennek köszönhetem, úgyhogy, és ez hatalmas segítség volt nekem. Úgyhogy tényleg ez eszméletlen, hogy ezt negyed óra alatt tovább lehet adni valakinek. A megfelelő módon, tehát ez nagyon hangsúlyoznám. Hát ez egy nagyon csodálatos dolog. Úgyhogy én annak örülnék, hogyha ebben a földi emberiségben ezt mindenki megkapná, ezt a megfelelő reiki beavatást, sokkal boldogabb lenne itt az élet, sokkal boldogabb lesz itt az élet, bár ez az itt, ez is ugye kérdés, hogy mire értjük, mivel hogy minden dimenzió itt van. Na de visszatérve, tehát szerintem jó a szkepticizmus. Tehát bár te érzed, hogy mihez hogyan álljál hozzá, mi a jó, de én örülök, hogy szkeptikus voltam végig ez alatt a 33 földi év alatt, és nem hittem soha semmiben, hanem megtapasztaltam. Még utána is volt, hogy hitetlenkedtem, nagyon sok esetben még utána is, de amikor már másodszor, meg harmadszor is megtapasztaltam, akkor hát el kellett fogadnom igaznak. Úgyhogy én így lettem spirituális, hogyha lehet ilyet mondani, hogy lettem, mivel hát eredetileg mindannyian ez vagyunk.
Úgyhogy kívánom neked, hogy tényleg egy csodálatos spirituális utat, a te spirituális utadat járjad, és akkor boldog életed lesz.